Amivel folytatjuk, és szeretettel köszöntöm Funk Sándort. Jó reggelt. Pszichiátert, addiktológust, ez két szörnyű történet. Egyik borzalmasabb, mint a másik, a saját édesanyját megkéselő tini története, illetve a kábítószerező kismamák esete, amiben még azt sem lehet pontosan tudni most, hogy mi a történet vége, mert tehát egyrészt messze vagyunk attól, amit lehet tudni, a kábítószerező társaságból néhányan most is életveszélyes állapotban vannak, és még azon is vita van, hogy a két császármetszésre világra segített kisdeddel mi történt, életben vannak-e vagy sem, ez nyilvánvalóan az orvosi titok kategóriája. Talán most a mi beszélgetésünk szempontjából persze nem is ez a fontos, amellett reménykedjünk abban, hogy jól vannak, hanem az a buta kérdés, hogy ez hogy fordulhat elő? Tehát hogy juthat oda el egy szülés előtt álló kismamákkal együtt mulatozó társaság, hogy közösen kábítószert fogyasztanak? Hát ez ugye az addikciók, tehát a kábítószer fogyasztásnak a sajátos pszichológiája. Ez ugye hát azt látjuk, hogy ilyenkor azok a megfontolások, amelyek egyébként egy józan, tiszta, világos gondolkodású ember befolyásolnak, ezek egyszerűen semmivé válnak, tehát az illető egyszerű úgy mondjuk, hogy gátlástalan drogfogyasztó, hát ezt persze valószínűleg megelőzi előtte évekig tartó drogfogyasztás, sőt az egész, hát ebben a szubkultúrában való felnövekedés, ezt úgy mondjuk, hogy a másodlagos szocializáció, ugye, tehát a korai felnőtté válás idején ugye egy olyan kis csoportba kerülnek, ahol a drogfogyasztás megengedett, sőt elvárt, és hát ettől kezdve ilyen rossz, extrém, szélsőséges esetek is van. Az emberben ilyenkor az van, hogy hát ez már a legalja, tehát ott van a kismama szülés előtt ki tudja hány héttel, és akkor kábítószert fogyaszt. De az ő oldaláról ez nem így jelenik meg, ez úgy jelenik meg, hogy tegnap is, tegnap előtt is, akkor sem volt semmi baj. Mi baj lenne ma? Igen, pontosan, tehát bízik abban, hogy nem lesz semmi baj, illetve ez a meggyőződése, a drogosok, drogfogyasztók egymás közti beszélgetései azok általában a drog körül folynak, és ilyenkor mindig arra csúcsosodik ki, hogy ez nem árt, ebből nem lehet baj, ugye, tehát az a kétféle probléma, hogy ugye ez törvényszegés és egészségkárosodást okozhat, mind a kettőt kizárják. Az ön kollégája Zahel Gábor azt fogalmazta meg két nappal ezelőtt, hogy bár elkapták a drogdealert, és hát nyilván a jog előtt ő felel, de nem ő a probléma, hanem a fogyasztók a probléma. Az, hogy a fogyasztó nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, mit vesz, és nem tudja, mit vesz be. Igen, ez a helyzet, hogy fogalmuk sincs. Ugye a dealer információjára támaszkodnak. Aki maga sem feltétlenül tudja. Egyrészt nem tudja, másrészt össze-vissza hablatyol, ugye az a célja, hogy megvegyék tőle, tehát dicsérni fogja az áruját, pontosan azt mondja, amit hallani szeretnének, hogy ennek nem lesz semmi rossz következménye, viszont a mennybe repíti az illetőt, anélkül, hogy bármiféle veszélyben lenne, lebukási, vagy rászokási, vagy ilyen veszélyekben. Itt van a másik történet, a 14 éves diáklány oldalán a 16 éves barátjával, aki megölte a saját édesanyját. Úgy lehet tudni, hogy ott egy szörnyű családi tragédia áll a háttérben, évekkel ezelőtt elvesztették az édesapát. Magyarázza az anyával való szembefordulást a megváltozott családi körülmény? Magyarázhatja? Ilyen egyszerű lehet a megoldás? Nem. Itt annak ellenére 14 éves, és azt mondhatnám, hogy még nincs kifejlett felnőtt erkölcsi érzéke, ami lehetséges is. Ilyet azért nem csinálnak a 14 évesek. Ehhez egy nagyon sajátos személyiségi megalapozottság háttér kell. Ez ilyen kriminálpszichológiai, tehát egy olyan személyiség zavar, ami a dramatikus csoportba tartozik. Elsősorban az antiszociális, narcisztikus és borderline. Hát ezek szakszavak, de ezek tartoznak ide. Ugye egyrészt a hihetetlenül beszűkült tudatállapot, könnyen lehet, hogy drogfogyasztás szerepelt ebben. A másik a hihetetlen agresszivitás, ugye teljesen anarchikus, ilyen megfoghatatlan, gátlástalan módon, és végül az empátia teljes hiánya, ami viszont már a személyiség zavarral kapcsolatos lehet. Na, de ott van egy fiú,
Tehát az ember érti, hogy egyről beszélünk, a 14 éves lány ilyen. És ott van mellette a 16 éves barátja, aki ugyanúgy lapít az egész ügyről, miközben fogalmunk nincs, hogy mennyire vett részt ebben a dologban, ezt majd a nyomozás kideríti. Vele mi van? Az ő helyzete milyen? Hogy a kettőjük kapcsolata milyen, az viszont egy ilyen párkapcsolati kérdés, hogy melyik volt a domináns fél, és melyik volt az, amelyik elsősorban ezt a bűncselekményt, ha volt ilyen előkészítés, előkészítette. Hát bármilyen módon, nem feltétlenül ebben a formában, de valamilyen olyan módon, hogy a kettőjük közötti ellentét, így mármint a gyermek anya és az anyja közötti, hogy ilyen formát ölthetett, ebben azért valószínűleg volt szerepe ennek a párkapcsolatnak, ami ugye leírhatatlanul torz kell, hogy legyen, ugye, hogyha ilyen eredmény lett a vége, illetve valószínűleg egy nagyon erős dominancia, azonban egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy a domináns fél a fiú volt, mert lehet, hogy a lány volt. Hát az első hírek így szólnak, de aztán majd meglátjuk, mondom, a nyomozás hogy fordul, mind a két ügyben még újabb hírek várhatok, egyik történet sem zárult le. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy segített eligazodni egy kicsikét a világ borzalmai között. Jön a híradó, és aztán várom önöket, visszafolytatjuk.